A 6800-7000 jutartónak a 96%-a magángazdálkodó. Családi gazdálkodásban folyik a gazdálkodás, apa, fia, vő, menny, családtagok végzik, és ugye már ezek a családtagok nem biztos, hogy rendelkeznek azokkal a szakmai ismeretekkel, ami egy eredményes, hatékony gazdálkodáshoz szükséges. És most már a családi gazdálkodóknak mindent kell tudni. Őnekik kell a főkönyvelőnek lenni, őnekik kell a tenyésztőnek lenni, őnekik kell a takarmánytermesztőnek, őnekik kell alapvető állategészségi ismeretekkel rendelkezni, ismerniük kell a jogszabályi útvesztőket. Tehát egy teljesen komplex dolog ez, tehát mi Isten igazából nem juhászt, hanem juhos gazdálkodót akarunk képezni, illetve ezek számára igyekszünk olyan szaktudást és szakismeretet átadni, amivel ők aztán a napi életben eredményesebbé, hatékonyabbá tehetik a gazdálkodásukat. Ez egy különleges feladat. Egyik oldalról különleges a juhásztól, aki nem is biztos, hogy rendelkezik elméleti ismeretekkel, hogy ezt meg akarja szerezni. És a Debrecen Egyetem oktatóinak meg azért fontos, hogy ezt a mindennapban hasznosítható tudást a egyebeken túl biztosítsa a juhászoknak, és reméljük, hogy ebből egy nagyon jó termelő elő fog keletkezni. Én azért is tartom ezt egy nagy sikernek, mert alapvetően nem azon van a hangsúly, hogy milyen oklevelet, milyen képzettséget szereznek meg ezáltal a tanfolyamon résztvevők, hanem hogy milyen tudásnak a birtokába jutnak. És ennek ellenére, hogy ez még egy fizetős képzés, tehát anyagi áldozatokat is kell vállalniuk, ennek ellenére egy nagyon szép jelentkezési létszám mutatkozik, és én úgy gondolom, hogy ez ennek a visszaigazolása. Sokan kétkedéssel és szkepticizmussal fogadják, hogy egyetemek akarnak a juhászképzésben részt venni. Ezt én alapvetően nagyon rossz szemléletmódnak tartom, mert más nem teheti, mint egyetemek. Az más kérdés, hogy ezeken a továbbképzéseken, ezeken az előadásokon nem úgy kell az előadásokat megtartani, mint hogy ezt egy világkongresszuson tartanánk, hanem a célközönségnek megfelelően, és én úgy gondolom, hogy mindhárom egyetem úgy fogja az előadókat, az előadásokat összeállítani, hogy valóban a juhágazat ebből rövid és hosszú távon is profitálni tud. Debrecenre körülbelül az 1970-es évek óta, mint a juhágazat szellemi műhelyére tekinthetünk. Több szakkönyv jelent meg, a juhtenyésztők kézikönyve, amit Veres professzor úr jegyzett, máj napig is használható elemei vannak és visszanyúlnak érte a tenyésztők. Az ágazat fejlesztésében tevőlegesen is részt veszünk, Teljesítményvizsgálati Kódex Bizottságban folyamatosan részt veszünk a kezdetektől. Szakbizottsági tagokat is ad a tanszék, és úgy gondoltuk, hogy ha képzésről van szó, akkor olyan embereknek adjuk át közvetlenül, akik már akár már másnap hasznosíthatják mindezt. Lesznek elméleti és gyakorlati képzések, elsősorban a gyakorlati képzést szeretnénk kidobborítani. Itt Kismacson van egy bemutatótelepünk 200 anyajúval, és Karcagon pedig van egy 400 anyajúval bíró telepünk és ahhoz kapcsolódó legelünk. A gyakorlat oldaláról közelítjük meg az elméletet is, hogy egy-egy gyakorlati kérdést milyen elmélet alapozott meg.